Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal szeretném a, a kedves hívek, kedves nézők figyelmét felhívni egy egy nagyon ö, csodálatos ajándékra, amelyet a, a Jóisten től kaptunk. Ez a, az ajándék ez. Ez az alfa kurzus. Talán így furcsán hangzik, így elsőre. Ez az alfa kurzus mit takar? A Jóisten kegyelméből és a Szentlélek vezetéséből hiszem, hogy az egyházaknak sikerült egy olyan evangelizációs, tehát hit, ismeretet átadó, hitre indító előadássorozatot, interaktív előadássorozatot összeállítani, amelynek a gyökerei még az anglikán egyházba nyúlnak vissza, de hát a katolikus egyház számára is hát úgy formálták ezt a, ezt a az előadás sorozatot, hogy 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 nekünk is a, a nekünk római katolikusoknak is nagyon ö, nagy ajándék és, és az épülésünkre szolgál, sőt hát természetesen hát így a református evangélikus baptista testvéreink is használják ezt a, ezt az alfa kurzust amely hát szerte a világon 69 országban már elterjedt, és, és nagyon sok millió embernek megújult a hite, vagy lett hite ennek a, a, a kurzusnak kapcsán. Gáspár István Plébános atya hirdette meg, itt szólnokon most ezt az alfa kurzust, amely október 14-én fog kezdődni, ez egy csütörtöki nap, este 6 órától a, a plébánia nagy termében. Szeretettel várunk római katolikus, de református, evangélikus, vagy egyáltalán a, a meg, nem megkeresztelt embereket is, akiket éppen megérintett, vagy vagy vonz, vagy szeretnék megismerni a, a hitet. Ez az alkalom, vagy ezek az alkalmak, hiszen 12 ilyen alkalomból áll ez a sorozat, tehát körülbelül december közepéig tart, és ez az előadás sorozat, ez először egy, egy vacsorával kezdődik, egy ö, rövid vacsorával, amelyben hát ö, kötetlenül tudunk elbeszélgetni és, és, megismerni egymást. Utána egy rövid előadás következik, és az előadás után pedig egy, egy fél órás ilyen kis csoportos megbeszélés, amikor ö, mindenki elmondhatja a véleményét, a kételjeit, a különböző kérdéseit fölteheti, és így a csoportban egy általában egy nagyon intenzív földolgozása, és személyes földolgozásra kerül az előadásnak. Természetesen, hogy az előadásoknak a témája az nagyon egymásra épül, és, és szervesen így kapcsolódik egymáshoz, így hát igazából az ö, tudja elvégezni ezt a, a ö, kurzust, aki aki azért a nagy részén ö, részt tud venni, tehát ezeken a, a csütörtökökön. Ennek a, a, az alfa kurzusnak a, a az egyik ö, előadása kapcsán ö, imádkozunk a, a résztvevőkért, és kérjük a számukra, hogy, hogy tapasztalják meg a, a Szentlélek úristen által az Isten szeretetét közvetlen módon, hiszen a, ez a hitnek egy nagyon erős ö, támasza, illetve a hitnek egy nagyon nagy megerősítése, amikor az ember nem csak úgy úgy hall vagy elhisz másoknak bizonyos dolgokat, hanem amikor saját maga is tapasztalja a, a bensejében, a, a testében, a, a lelkében tapasztalja az Isten működését, amely minden elképzelést felülmúlt, tehát amire általában nem is nagyon tudunk teljesen megfelelő kifejezéseket találni. Például, hát először, amikor így imádkoztak, értem egy lelki gyakorlaton, vagy egy, egy szentlek szemináriumon, akkor például egy hallatlan nagy békességet éreztem, de ez nem fejezi ki azt a különleges érzést, amelyben az ember tapasztalta azt, hogy, az ez nem egy emberi békesség vagy nyugalom, hanem ez egy Istentől jövő, és egy, egy a végtelenre hát irányuló békesség, és amely hasonlított, úgy leginkább ezt tudtam hasonlítani, vagy tudom, hogy, 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 mint a, az óceán, amikor amikor teljesen sima és egy, egy apró rezdülés sincs a víz színén, hogy egy ilyen ö, érzés volt a a szentlélek ö, megtapasztalásakor kedves nézők kedves ö, hívek nagy szeretettel és nagy Hát örömmel hívom a, a kedves testvéreket erre az alfakurzusra. A Bevási Plébánián lehet jelentkezni a, a, az irodában, amely munkanapokon 8-tól 12-ig és délután 3-tól 5-ig van nyitva, és október 1-ig lehet jelentkezni erre a kurzusra. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket! köszönöm, hogy meghallgattak.